Az egykori kiváló NB1-es futballista Csordás Csaba lett a szakmai igazgató, aki szinte az egész országot bejárta játékosként és edzőként is, így számos kapcsolatra tett szert, amelyeket kamatoztatni is tud immáron a Bicskei TC-ben. U17-es és U21-es válogatott játékos és felnőtt válogatott kerettag is volt. 1997-ben részt vette a malajziai ifjúsági világbajnokságon is. A csapattal való első edzések jól sikerültek, és mindenki benne van a bizonyítási vágy, így bíznak abban, hogy az idei fél évben előrébb tudnak lépni a tabellán. Ugye most változott ez egy picit, mindig délelőtt edzünk, ez sokkal jobb így a játékosoknak, ugye könnyebben tudnak készülni az edzésekre, és edzések után is jobban tudnak még foglalkozni a testükkel, hogy egy kicsit kondiba tartsák magukat. Mennyire vannak felkészülve a meccsekre? Hát ugye még most nagyon az elején vagyunk, majd jövő héten lesz az első felkészülési mérkőzésünk, ugye szerdai napon, és utána folyamatosan majd átállunk erre a szerda-szombati mérkőzésekre, ugye van még 6 hetünk a bajnokság kezdéséig, addigra remélem, hogy teljesen összeáll a csapat, és az első mérkőzés, hazai mérkőzésen 3 ponttal fogunk bemutatkozni. Vannak rövid vagy hosszú távú terveitek? Hát ugye most erre a fél évre szeretnénk mindenképpen a tabellán előrébb lépni, jó lenne, hogyha az első 8-ba oda tudnánk kerülni. De én azt mondom, hogyha az erősítések és az itt lévő játékosoknak az összegyúrása meg fog történni, akkor bizakodó fél évvel nézhetünk. A vírusos időszakot mindenkinek nehéz átvészelni, és ez a focistákkal sincs másképp. Igaz, voltak edzések idáig is, de ez a helyzet rányomta a csapatra a bélyegét, Móri Tamás pályaedző szerint. Mindenféleképpen nehéz volt, abból a szempontból is ugye, hogy a játékosoknak leginkább a bérjüket kellett egy picikét visszavenni ugye a nehéz anyagi helyzet miatt, és ez ugye tudjuk jó a munkahelyek szempontjából is, a játékosok szempontjából is, vannak tanulók, vannak albérletben élő emberek, vannak dolgozók, és ez mindenféleképpen megsínlette inkább lelkileg az emberek nyugalmát. Tehát a felkészülés, meg az edzések azok nem is azt mondom, hogy zökkenőmentesek voltak, de nagyon keményen rányomta a bélyegét. Idén nagy változások voltak a Bicskei TC életében is. Teljesen megújulva és felkészülten vágnak neki az elkövetkezendő mérkőzéseknek. Ez ugye most teljes stábváltás volt itt Bicskén is, ugye új edző került ide Csordás Csaba személyében, én is, mint segédedzője lettem ilyen szempontból. Teljesen másképp indultunk neki. Az elnökség, ugye a vezetőség az megerősített minket abban, hogy innentől kezdve gördülékenyen fog menni mindenféle dolog, úgyhogy nekünk semmi másra nem kell figyelni, csak arra, hogy jöjjünk és edzünk és csináljuk a dolgunkat. Remélem is, hogy vagy hát nem csak a mi személyünk miatt, de abszolút úgy jöttek vissza, hogy volt egy megbeszélésünk még az edzés, a hétfői edzés előtt a múlt héten kedden, tehát ők már úgy készültek, hogy akkor lesz edzés, de mondtuk, hogy még ilyen szempontból nem. Hát abszolút ki vannak éhezve, és mindenféleképpen már mozgásra vágytak. A korábbi NB1-es hálóőr Józsa Miklós a Bicskei TC kapusainak edzője. Feladata 11 éves korosztálytól egészen a felnőtt 1-es és 2-es csapatig bezárólag az Egyesület összes labdarúgó kapusának edzést vezetése, egyéni fejlesztése és képzése. Az idei sikeres fél évhez ők is megkezdték az edzést. Kezdünk dinamikus láberőt, most már egy hét átmenet volt, most már ráhangolódtunk a dinamikus láberőre, különböző gátas megoldások, meg egy jó téli felkészülés. A Bicskei TC játékosai jó formában vannak. A mindennapos edzésekkel tovább erősítik magukat, hogy minél jobb eredményeket érhessenek el az elkövetkezendő időszakban.